Nem lenne már szabad nekem semmit se nyilatkozni, beszélni, akkor kéne hagyni az egész. Mindent olyan frissen mond, Mari, hogy... Ó, hát ide figyeljek! Pofázni azt tudok, de ne tudja meg, hogy annyira van elegem mindenből. Mindenből van elegem. Olyan pontosakat mondott Zoli bácsiról. Mikor a meghalt és az életművét levetítették, és ugye gondoltam magyarokat, megnézem, azt már nem írt, akkor nem láttam akkor, amikor bemutattak, nem írtak olyan túl, és megnéztem, és azon is láttam, hogy micsoda egy milyen csodálatosan tud emberekkel megjeleníteni drámákat, és mondom, és megnéztem az életjelet, ami a klasszikusan a sematikus filmek korszakába készült, ugye bányaugrás, és tudom, még a Szabó Sándor játszotta a bányamérnököt, még a pipája is, a Sztálin pipája, és mondom, megnézem ezt is, szétrobbant a drámától a vászon. És annyit mondtam, csak nem tudom most ilyen szépen elmondani, tudjuk, utálom, ha valaki tudod, sírva fakad, de ott éreztem, hogy majdnem elsírom magam, hogy még én azt mondtam. És sajnos elment úgy, hogy nem tudta, hogy ebben az országban ő egy olyan valaki, ővele eltemettünk egy óriási valakit, és nem tudta, mert nem adták a tudomására. Mert magára hagyjuk a nagyokat, mintha nem is léteznének. Csak ez nagyon, tudod, amikor az ember jó fogalmaz, már nem tud visszafogalmazni. Hát nézd, azért ő a legrosszabb korba kezdett, meg dolgozott. Ott azért beragadt egy csomó dolog, ami ha más a légkör, nem, más a lehetőség. Nem. Mi így bánunk a tehetségekkel. Én megfogadtam, hogy rólad fogok egyszer nyilatkozni a Seffer Erzsinek egy könyvet. Én megfogadtam. De nem, megfogadtam csak szám szerint. Azt hogy milyen... fogom tiltani. De fogod tiltani, nem fogod letiltani. Hát ide figyelj, ilyen külön történet lenne, amit én a máról tudok beszélni, mert sajnos abban az időben, ahol ugyan volt tiltás, különösen az első, hát a Rákos időről nem beszélek, ahol ugye az összes Ócska filmet meg kellett, kötelező volt megcsinálni, de azért a 70-es éve, sőt, volt egy időszak, és pontosan, ahogy utoljára, én ugyanis Kánban voltam, először a Körintával nem engedett ki a főiskola. A párizsi bemutatóra mentem ki. De utána háromszor egymás után voltam még, tehát 4 filmem egymás után volt Cannes-ba, és utána visszatértem a Jancsó szerelmem Elektrájával, amit én nem szeretek már annyira, de természetesen még egy jó Jancsó film, és utána a szerelemmel mentem vissza, és utána a Dérinével, aztán még mentem, mikor megkaptam a életműdíjamat, azért, mert volt aranypálmám, és mondjuk ez az életműdíj rajtam kívül csak 11 világsztárnak van meg Cannes-ba, úgyhogy Kelet-Európában, Oroszországot is beleszámítva csak nekem van meg, úgyhogy én Márgy Urának nagyon sokat köszönhetek. Zsűri elnöke volt a Tennessee Williams, hogy azt mondta, hogy soha nem bíztam az emberi erőbe, és én itt Cannes-ban most láttam az emberi erő himnuszát. Dériné hol van a címe, rendezte Már Gyula, játszotta Törőcsik Mari. Képzelj el, hogy én kis hírbe jelentem meg a Filmszínház muzsikába, hogy megnyertem ezt a díjat, és Már Gyula nevelese volt írva. És akkor már itt elmondom a korról, jöttem haza, mert ugye nekem vissza kellett gyorsan utaznom. Fölhívtak, hogy megkaptam, és a nagykövet rögtön beütötte a pecsétet, ugye akkor nekünk még kellett, hogy kiutazás, hogy mi is volt ennek Abla. A neve? Abla. Nem, igen, hát hogy ennek volt valami neve, hogy vízum. És jöttem vissza, és ült mellettem egy úr, és láttam, hogy egy angol lapot olvas.
egyszer csak így nézeget engem. Megszólal magyarul. Szóval csak nem Törőcsik Mari mellett ülök. Aztán mutatta, hogy ott a fényképem, és hogy megnyertem az aranypálmát. Azt mondja, én a háború alatt kimenekültem Londonba, és ez az első utam Magyarországra. Ez volt 76-ban. És azt mondja, hogy így szállok le, megtetszik engedni, hogy közel legyek magához, és majd nagy pénzet lefizetek, hogy egy fényképet, mondom, magam semmire ne számítson, semmi jóra. Azt mondja, hát egy aranypálmás színésznővel utazok, tehát a világlapok írnak magáról. Leszálltunk, akkor még tudja, régi egyes, és ott a teraszon lehetett várni a hozzátartozóknak. Ott állt Már Gyula, az én 3 éves lányom, és Garas Dezső kollégám egy csokor virággal. Egyetlen egy fotós, egyetlen egy újságíró, már volt ugye televízió, semmi, semmi. Ennyit kaptunk ezért az aranypálmáért. De mondjuk egyik filmjét mi van Indiában, Új Delhibe van első osztályú fesztivál, ott a Déri filméből, Déri novellából csinált, most elfelejtettem mi a címe, ott a zsűri elnöke a Jean Moreau volt. Felhőjáték. Ott a zsűri elnöke a Jean Moreau volt, és külön lement hozzá, átölelte, hogy eleganciába, ilyet még nem láttam filmen. Azt se írták le, hogy kim volt a filmje. Nem, hogy megkapta a zsűri külön díját. Na, ennyit erről, a korról. Nem tudom, hogy most mi van. Jaj, Istenem, már egy órája beszélek, mi el vagyok késve, muszáj elmennem, Isten velük, viszontlátásra. Másodperc, miért tesz, üljön neki, jön majd. A mikrofont le kell venni. Ja, persze, azzal általában el szoktam menni.